reggelt! Reggel 6 óra, helyi idő szerint csak 5 óra. Átnéztük a Verdát, úgyhogy mindjárt indul az utolsó pénteki nap, ha eddig bírtátok. Hazaérünk emiattleg egy óra, veszünk egy kávét, aztán onnan 3 óra, és akkor ilyen pillanatban 4 óra, 10, ja, olyan 10 körül, akkor ott vagyunk a lerakón, leakasztunk, onnan meg Bob Téba valószínűleg átmegyünk a céghez, bérre otthon. És akkor ennyi is volt a hét, meglátjuk, hogy kiadja a matek, ahogy én számolom. Na, induljunk! Közben elkezdett havazni is, éjszaka nem sok esett. Most többet aludtam, mert ugye a lezárás miatt még mindig azt az új útszakasznál, amit átadtak, ott azért még éjszakánként lezárják. Amit meséltem, este 10-től reggel 7-ig. Úgyhogy ez kevesebb, mint egy órára van innen, azért gondoltam, hogy akkor egy órával előtte felkelünk. Felkeltem volna a 4-kor, de akkor odamegyek, és akkor ott is nézek ki a fejemből, amíg meg nem nyitják, az meg nem túl szexi. Úgyhogy ja, itt több értelmét láttam. Most egy kőkemény 10 órás pihenő volt. Vagy egyedül aludtam ezen a részen, még az út túloldalán eltévek egy kamion, de ennyi volt. Semmi extra, nyugis volt, csendes. Jó, meleg. Na, menjünk szépen, guruljunk felfelé. Egyre jobban havazik, de azért még szép haladós a történet. A forgalom az nem sok, 2 autó jött szembe eddig. Azért kezd megmaradni a hó itt is már. Viszont néztem, láncolni valószínűleg nem fog kelleni. Ezen a szakaszon sehol nem jelezték előre, hogy lánckötelesség van. Akkor annyira talán még nem vészes a helyzet. Bízunk benne, hogy mire beérünk Benfbe, vagy át Albertába, utána már nincs is semmiféle ilyen lehetőség, hogy láncoljál, vagy olyan emelkedő, vagy bármi. Megint jön egy 3-4 darab lavina alagút. Fel se tűnt, hogy ennyire durva a szélvédő. Meg volt a második, jön a harmadik. Azt, hogy miért nem csináltak egy nagyon hosszút, azt meg nem tudom. Gondolom, kimérték, hogy ez a 3-4 szakasz olyan, hogy itt ekkora szélességben szokott lejönni a legtöbb hú. És akkor azért csinálták. De látjátok, nincs itt 100 méter van a kettő közt, 200 méter. 7 óra 40. 7 óra 40, mínusz 1. 50 km körülbelül az albertai határ. Még egy pont van, ahol elvérezhetünk, ahol nagyon gáz lehet a láncolós hely. Na, most már legalább elkezdett kivilágosodni. Hát mindenféleképp jó jel, viszont szerintem az ott nem parkoló. Haver srác, hát ez nem parkoló. És hogy nem borult fel? Azt a... Hát mindjárt visszatolhatok, azt megkérdezem, hogy haver, hogy nem borultál fel. Azt oda hogy sikerült? Az most feladta a leckét, egész nap ezen fogok agyalni. 237 még a lerakó, lassan elérünk Benfre. És látszódnak a hegyek is, nincsen annyira felhőben az egész, azért ott távolban még felhősödik, de messzire nem annyira, mint múltkor. 8 óra 10, mínusz 1 még mindig, ez itt Field. És úgy néz ki, hogy megúsztuk, hogy a láncolást jelző tábla az nem villogott, úgyhogy elméletileg akkor ezt a siratófalat megint meg tudjuk mászni, láncok nélkül. Bejövök a belsőbe, az úgy tisztábbnak tűnik, ez jobban ki van járva. Ez nem lenne jó, hogyha elkaparnánk. A kanadaiaknak van egy kedvenc téli játéka. Autóban ülnek. Aminek az a lényege, hogy kell keresned egy sávot, ami szerinted egy sáv, és minél tovább benne maradni.
Úgyhogy most is itt így lesz. Így lesz a két sávos emelkedőből egy sáv középen. És ilyenkor senki nem enged belőle, ha valaki középen megy és jön mögötte valami. Senki nem fog lejjebb menni neked, pedig van sávja. De hogyha te meg elkezded előzni őt, és akkor kicsit úgy jelzed a kocsi testtartásával, vagy tartásával, hogy jéhó. Picit azért menj már arrébb, akkor meg utána villogni fog, hogy hát miért mész bele a sávjába, ott ő két sáv között megy. Azt nem meséltem, hogy éjszaka azért többször kinéztem villogásra. Azért a hókotrók jöttek ott mellettem. Szóval folyamatosan sóztak, vagy valamit folyamatosan csináltak, mert tényleg kétszer biztos, hogy jöttek reggel is, amikor kint voltam, akkor is volt, ott egy másik is, akkor érkezett. Folyamatos mozgás volt. De szép ez a fehér táj. Meg ilyenkor annyira tetszik a sárga útelválasztó szín, amit most pont nem lehet látni. De úgy ilyenkor annyira jó kiadja a kontraszt, ez a citromsárgás elválasztó, a citromsárga táblákkal, hogy jó kivilágítottak a fehér meg az ilyen zöldes, feketés szürkés háttérbe. És akkor kellett volna láncolni, akkor azt itt kell levenni. Ketten itt aludtak. Akar senki kimozdulni, ha nem muszáj. Ha van ilyen opció, hogy legalább az egyik nyom szárazabb, vagy jobban fel van sózva, mint itt is látjátok, hogy itt középen próbálták foltokba felsózni, vagy nem tudom, hogy a kocsi szórta. Mindig próbálom azért úgy, hogy legalább az egyik oldala a szerelvénynek, vagy az egyik tengelynek az egyik a bal oldala, vagy a jobb oldala azért mindig próbálja rajta lenni a minél szárazabb helyen. Kisebb az esély, hogy elcsúszunk, vagy elkapar, vagy valami. Ja, de tudjátok, hogy ezek középen felsúzták. Lehet, hogy kotortak és nem tudom, és közben be is érkezünk Albertába is, Benfre. Egy üdv mindenkinek Albertába, 8:20-kor. Mondjuk a túloldal jobban le van túlra, mint ez, biztos. Meg gondolom a határnál megfordul, aztán majd jön vissza. Benf Nemzeti Park, ugye Alberta, -2 fok, 8:40. Ennél azért jobb útviszonyokra számoltam. Nem rossz volt, de... ezt elaludták a hókotrók. Jók vagyunk, mert jó a súly a húzón is, úton ugyancsak, úgyhogy a tapadásunk az megfelelő. Jó, a kocsi és még a gyári gumik vannak rajta, úgyhogy az sokkal jobb minőségű, mint ezek a utólag húzott kerekek. Itt a Bisonnál itt hát a spórolás véget, vagy nem a spórolás véget, azért itt a lekopott gumikat újra futóztatják, a futófelületet újra húzzák rajtuk, és akkor még egy jó pár ezer kilométer van benne, amikor aztán végleg szétúrannak, és akkor utána már ugye használhatatlanak azt meg teljesen. Meglepően nincs nagy kamionforgalom se amúgy. Ha észreveszitek, alig van pár kamion, aki jön szemben. Azért ez nagyon forgalmas útnak kéne, hogy legyen azt, hogy csak ilyen kevés autó jöjjön, mert itt nagy autó jöjjön velünk szembe. Na, tessék. Két kamion. Oké, okay. És akkor ennyi. A jó kis Polaris hószánokat. Már kipróbálnék egyszer egy ilyet. Mit tudhat? Kiértünk Benfről.
9 óra 15 van, mínusz 2 fok, jártő. Reméljük most már jobb lesz az út. Kemmor városába érhetünk be. Érhetünk, hát ja, reméljük be is érünk. Itt város szinten Kemmorban az utóbbi időben nagy balhé volt, mert ez is meg akarja tartani az ilyen kis szerethető város jellegét. Nem akarják, hogy nagyon sokan költözzenek ki, ezért az utóbbi időben nem nagyon adta ki új építési engedélyeket. Aztán a város megszavaztatta, hogy a város szeretne, mert ugye az jó pénzbevétel, szeretne új telgeket létrehozni. A város leszavazta, majd úgy döntöttek, hogy attól függetlenül mi lett a szavazás. Ők adtak ki új engedélyeket, úgyhogy itt kicsit fel van borulva az egyensúly itt is. De amúgy tényleg nagyon szimpatikus kis város, nagyon jó lehet. Az, hogy dolgozni itt mit lehet, az jó kérdés. És hogy lehet úgy jönni, mivel Benf Nemzeti Park előtt van, hogy nem kell a parkbelépő. Kicsit olyan feeling, mint Benf, mondjuk egy ilyen AliExpress-es Benf. De csak a parkolást kell kifizetni, vagy megállsz olyan helyen, ahol nem kell fizetni. És akkor annyi. 10 óra, mínusz 2 fok. Haladgatunk Calgary felé, a körgyűrű 25 km, utána van még egy 30 km-ünk a Labláig, ami a raktáron megyünk. A kávé nem tudtam megállni, mert nyilván megy előttem egy autó 70-nel, elkezdem előzni, akkor fel tud gyorsítani egészen 100-ra. Jó, akkor mennyi, akkor visszajövök mögét, akkor megint visszalassít 70-re, úgyhogy vele harcoltam. Most pont ott a lejárót, így ezért kihagytam. De amúgy azt nem értem, hogy most akkor úgyis 70-nel mész, akkor nem mindegy, hogy előtted megy a kamion gyorsabban, vagy nem, mert úgyis el fog menni. Van a radar az elejében, ami az adaptív tempomathoz van hozzárendelve, és akkor ott nézi. De hogy pont amikor kéne, akkor az a sekkötben nem működik, mert blokkolva érzi magát, se hóesésben, mert blokkolva érzi magát. Szóval nagyon, nagyon analóg technológiának tűnik. Fújt jobbra egy csomó elk. Előbb meg valami elütött őzet evett egy farkas, vagy préri farkas, vagy hagyományos farkas, mondjuk lehet, hogy préri farkas volt, mert kisebb testű volt. Ez az autó, ez meg itt áll már 7 hete. Volt már autózárokban, de ahhoz képest, hogy mennyi szokott lenni, ahhoz képest teljesen jó nyomják mostanában. Vagyis ezen a szakaszon legalábbis. Lehet, hogy egy gyűrű, az meg tele lesz. Szóltam nekik, hogy egy jó 2 órával megint csak előbb le tudom akasztani a pótkocsit. Hogy akkor megoldható-e? Persze, hibátlan, és akkor utána akkor már csak trakival beszaladunk a város másik végére, és akkor ennyi volt a nap. Berakjuk, és akkor mehetünk haza. És akkor hivatalosan is üdv mindenkit Calgaryban ismét. Két sávból egyet. Itt amúgy is az a felkanyarodó a Stoney-re, a körgyűrűre, úgyhogy itt úgysem nagyon szabad tolni neki. Na és akkor ez már a gyűrű, a nyugati oldal. Valamiért beszűkítenek. Lejöttünk közben. A gyűrűről rá a Deerfootra. Ez az út, amire most rájövünk, ez északról átvágja egész Calgary délre, a belváros mellett megy el, úgyhogy ez iszonyat nagy forgalmú út. Lehetnének olyan lámpák, hogy a kamionoknak mindig elsőbséget ad a dombon felfelé. Na és akkor 10:45-re pontosan oda is érünk. Az egy kapargat. Na, sok a medvét. Kellett szállnom, mert a plombaszám nem volt ráírva a papírokra. Pedig úgy emlékeztem, hogy rajta van, mindegy, az előző sofőr nem írta rá. Képem sem volt róla, úgyhogy megkért, hogy szállja, kifotozzam le és nézem meg. Ha nem bánom, akkor gyorsan. Ja, mint mondtam, ez egy nagy élelmiszer áruházláncnak főhadi elosztóközpontja, főhadi szállása. Ide jönnek be a cuccok, és akkor innen megy terítésre.
mi is szoktunk néha-néha menni Superstore-okba, de nem annyira gyakran, mint a Walmarthoz. Sőt, most így belegondolok, nem is tudom, mikor húztam utoljára Superstore-os pótot. Mármint saját pótot, csak ami Superstore-hoz megy, vagy Loblához, vagy valamelyik tagjához a láncnak. Itt is ugye jobbra láthatóak ezek a konverterek, ezekkel rakják össze a törpájkokat, amik... Hát a két pótkocsit tudod vele összeakasztani végül is, összekötni. Jobbra ez a hó lekaparó a pótokról. Nekünk is írták, hogy hát mindenhol le kell szedni, mert megbüntetnek érte, itt az egy 300 dollárra. De ez tök jó, csak nincsen kiépítve sehol ilyen lehetőség erre, nem tudsz felmászni, nincs nálad létre, nincs nálad, ha létrán felmész, akkor azt meg ne csináld, mert az nem biztonságos. Úgyhogy ez tök jó, hogy a telephelyen indulásnál van ilyen hóleszedő. És akkor annyi. És akkor én meg megyek itt A-ból B-be mindenféle kisebb-nagyobb cégekhez, ahová elő van rakva a pót, vagy hasonló. Ott meg sehol nincsen ilyen kiépítve, hülyék lennének kiépíteni, minek. Keresünk egy helyet, iroda. És leszünk. Nem a kedvenc nőnk volt itt, recepciós, egy ilyen jó nagy darab, egy méter magasságú nőci. Olyan flagma, olyan búk, olyan lekezelő, most egy szimpatikus csávó volt, úgyhogy adott egy kaput, amire ráállhattunk, de az nyilván az már foglalt, úgyhogy adta a mellett kelelőt. Meg ott. Most traktorba oda kell majd figyelni, mert jobban fog csúszni, jobban dobálja az elejét, nulla súly van rajta. Még az se, hogy egy üres pót. No, úsztánk, az merész ilyenkor azért. És 11 óra 10. Látjátok a napot? Jó, egész nap havazni fog szerintem. Közben ugye ez már megint csak a körgyűrű. És akkor ezzel haladunk délnek, és akkor hamarosan meg is érkezünk. Nincs rajtunk semmi, keresünk egy jó kis parkolóhelyet. Átnézem még a kocsit, aztán kipakolok, áttörlöm. Mehetünk haza. Na gondolom, lehet majd kiásni a karavánt. Sőt, biztos, hogy jól gondolom. Na már akkor csak ez a 407. 9.41, ugye ez tegnap. 6.56, szerda. 7.23, kedd. 8.36, hétfő. Na hát így nézett ki a hetünk. Na, leparkoltunk, összepakoltam, kitisztítottam, amit tudtam. Hát remélem, hogy tetszett ez a hét, vagy legalább látjátok, hogy egy kanadai kamionosnak hogy telik a hete. Nem usázok, úgyhogy azért nem láttátok azt. Ha még akartok ilyet látni, akkor nyugodtan írjatok, szóljatok. A hang, hogyha valahol rossz volt, vagy belecsipogott valami, akkor ezt elnézést kérek érte. Aztán most mehetek kiásni a kis autót, és akkor haza a feleségemhez. Na, sziasztok! Hát, ő lenne az. Na, takarítsuk.